Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jele Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Áldás vagy átok, ha valaki introvertált? Ennek jártunk utána. Szakképzés 8. osztály után. Ellenőrizzük a fűtőberendezést és szellőztessünk rendszeresen. Introvertált. Mindannyian hallottuk már ezt a kifejezést, ami az emberi tudatot és viselkedést írja le. De kevesen gondolkodtak el azon, hogy például hány ilyen egyén lehet közöttünk, és hogy ők miként élik meg a mindennapok ingereit. Ennek próbáltunk utána járni szakértő megszólalóink segítségével. Introvertált emberek. Így hívják összefoglaló néven azokat, akik zárkozottabbak, csendesebbek, mint mások. Az ilyen személyiségtípushoz tartozók meglepően sokan vannak, és legtöbben közülük egyáltalán nem érik meg negatívan a hétköznapokat, mint bárki más, mondja a pszichológus szakértő. Minden második vagy harmadik ember talán elmondható, hogy ide tartozik, de azt is kell tudni, hogy nem pejoratív értelemben. Tehát... ők azok a személyek, akik ezek a csendes megfigyelők. Az introvertált személyiségtípushoz tartozóknak még külön világnapjuk is van. Ez minden évben január 2-a, a híres pszichológus Carl Jung javaslata alapján. Az ilyen emberekre jellemző az is, hogy sokkal könnyebben kommunikálnak írásban, mint szóban. Ők azok, akik a munkahelyen is például azok, akik a csendes, munkavégzők, alapos, figyelmes, egy értekezleten is, hogyha... a munkavilágában őket megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy igen, jelen vannak, de nem fognak feltétlenül véleményt formálni. Van véleményük, de nem fogják publikusan kinyilvánítani. Ugyanakkor nagyon alaposak is. Ők róluk simán el lehet mondani azt, hogy élvezik szó szerint azt, hogy a magányt, az egyedül létet, azokat a tevékenységeket, ahol el lehetnek és alkothatnak. Vagyis egyáltalán nem baj, ha valaki kevésbé szeret másokkal kommunikálni, akkor ha ő jól érzi magát a bőrében. Ugyanezt mondja a stresszoldással foglalkozó kineziológus szakember is. Szerintem nagyon fontos lenne az, hogy egyébként minden ember tudjon magával jól lenni. Ezek a típusú emberek ezt tekintik automatikusnak, természetesnek, hogy először befelé élik meg az érzéseket. Akkor jó ez, hogy jól van magában. Hogyha ehhez inkább egy szorongás érzés, vagy bármiféle negatív érzés kapcsolódik ehhez az introvertáltsághoz, akkor azon viszont érdemes dolgozni, mert ezeken az érzéseken lehet, ami esetleg így negatívként benne megjelenik. Manhal Dóra szerint gyakori jelenség, hogy a szülők kifejezetten magas elvárásokat támasztanak a gyerekeikkel szemben a tekintetben, hogy milyen társas kapcsolatokat építsenek ki maguk körül. Ez pedig, mint mondja, nem minden esetben szerencsés. A mai társadalomban azt gondolják a szülők, hogy abból a gyerekből válik majd sikeres és eredményes felnőtt, aki inkább kifelé nyit és kifelé mutatja meg azt, hogy ő milyen. És nagyon sokszor van az úgy, hogy idehozzák a gyereket kezelésre, vagy beszélgetésre, és ez, konkrétan ezzel az indokkal jön a szülő, hogy szerinte ez a gyerek nagyon zárkózott, és valamit ezzel a helyzettel kezdeni kellene. Még egyszer mondom, hogyha a gyerek önmagában egyébként belül jól érzi magát, akkor nem fogunk ezen a helyzeten változtatni, mert ezzel nincsen semmi baj. Sőt, pont akkor lenne baj, hogyha egy ilyen típusú gyereket, aki egyébként magával belül jól van, elkezdenénk valamilyenné formálni, amivel ő akkor már feladja azt, aki ő valójában. Nem könnyű tehát választ adni arra a kérdésre, hogy áldás vagy éppen átok el, ha valaki az introvertált személyiségtípushoz tartozik. Kitanics már klinikai szakpszichológus szerint ez minden esetben attól függ, hogy az ilyen emberekről mit gondol a környezetük, amiben a mindennapjaikat élik. Azt tudjuk, hogy az introvertáltak, azok sokkal jobban viselik, például, hogyha kevesebb inger van a környezetben. Az extrovertáltnak több ingerre van szüksége. Ennek egyébként egy ilyen biokémiai háttere van, de ez most egy elég hosszú sztori lenne, hogy ezt elmesélném. De valójában arról van szó, hogy az introvertált, az például inkább olyan munkakörökbe alkalmas, ahol ugye kicsit monotonabb a munka, nem kell külső információkat annyira igénybe venni, tehát ő ezekben jobban megfelel. A családi kapcsolatok terén nem kell azt gondolni, hogy azokból kivonódik, vagy valami hasonló. Én azt gondolom, hogy
családi kapcsolatokban is ő el tud mélyülni, meg tud nagyon akár érzelmes is lenni, bármilyen tud lenni, sokkal inkább arról van szó, hogy kevésbé van számára szükség arra nagyon sok ingerre, amit egy extrovertáltnak szüksége van. Bár idehaza nincsenek célzott kutatások és statisztikák annak felmérésére, hogy hányan számítanak a lakosság körében introvertáltnak, nemzetközi szinten korábban több kutatást is folytattak az ilyen emberek vizsgálatára. A vizsgálat úgy indult, egy inger deprivációs kísérlettel indult annak idején. Az arról szólt, hogy különböző embereket megbíztak azzal, hogy egy olyan szobába menjenek be, ami teljesen sötét, teljesen hangszigetelt, semmilyen inger nem éri őket. Pénzt kaptak azért, hogy minél több időt töltsenek benne, és észrevették azt, hogy vannak bizonyos személyiségek, akik 5 perc után összeomlanak, megnyomnák a csengőt, hogy szeretnének elhagyni ezt a szobát, szeretnének kilépni ebből a helyzetből. Vannak olyanok, akik viszont sokkal jobban bírják. Itt derült ki az, hogy vannak emberek, ezek az extrovertáltak, és leginkább a szélsőségesen extrovertáltak, akik nem bírják az inger deprimációt, az ingernek a megvonását, hanem őnekik szükségük van a külső ingerekre. És minél introvertáltabb valaki, annál jobban bírja ezt a szélsőséges helyzetet, tehát hogy kevesebb inger éri, és kevesebb ingert kell neki felfognia. Ennek egyébként a megállapítása se feltétlenül szakértői kompetencia, például az igazsági szakértő nem feltétlenül vizsgálja, hogy most a személynek a kriminalitásával, a cselekményével összefüggésbe hozható az, hogy ő introvertált vagy extrovertált. Azt gondolom, hogy ha egy kicsit így a logika mentén haladunk, akkor az extrovertált az, aki könnyebben sodródik balesetekbe, vagy könnyebben sodródik bele különböző, akár kriminális cselekményekbe is, az introvertált egy picit talán, mint hogyha megfontoltabb lenne, kevésbé befolyásolható, mert hogy a külső ingerek nem sodorják el annyira, tehát ő egy kicsit talán meggondoltabbnak tűnik. Abban valamennyi általunk megkérdezett szakember egyetértett, hogy az introvertáltságot gyakran keverik össze a köztudatban a szorongásra hajlamossággal. Utóbbi már olyan állapot, ami az egyénnek kényelmetlenséget okoz, és nem csak az érzékeire, gondolataira, de a teljesítményére is rányomja a bélyegét. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy volt az életükben olyan időszak, amikor sokkal nyitottabbak, sokkal kifelé fordulóbbak és felszabadultabbak voltak, és aztán történik valami az életükben, és ezt egy olyan traumának vagy olyan helyzetnek élik meg, aminek a hatására fordulnak inkább a belső felé. Ez nagyon sokszor inkább egy ilyen védekezés is, hogy nehogy ez még egyszer ugye meg tudjon történni. Viszont ezek az emberek nem érzik magukat jól így befelé fordulva. A másik dolog pedig, amiről érdemes beszélni, az az, hogy nagyon sokszor, amikor beleszületünk egy családba, és mondjuk már a családban jellemző az, hogy inkább ilyen típusú emberek vannak, akkor ugye ezt a mintát fogja látni a gyerek. A szorongás az egyén tekintve korunk egyik legpusztítóbb jelensége. A munkahely, a család, de akár a baráti kapcsolatok is okozhatnak ilyen állapotot, ami a szakértő szerint jól körülírható tüneteket okoz. Ez esetben pedig érdemes orvoshoz fordulni. Elkülöníteni az introvertáltat a szorongó embertől talán ennek a mentén a leginkább lehetséges, és egy hozzátartozónak legalább olyan fontos lenne felismerni azonnal is, minél hamarabb legalábbis azokat a tüneteket, amik segítenek egy állapotnak a megszüntetését, a minél hamarabbi megszüntetését. És hát ugye a testi tünetek azok a leginkább, amik megjelennek kisgyerekeknél hangsúlyosan. Tudjuk azt, hogy fáj a hasa, fáj a torka, fáj a feje, amikor szorong és amikor nem akar óvodába menni, mert ott éppen valamilyen félelemteljes esemény van, vagy egyszerűen csak úgy dönt, hogy most ő neki pihenni szeretne, mert anya is otthon marad, mert a kis testvér is otthon van. De ez mellett ugye egy nagyobb gyereknél akár megjelenhetnek az álmatlanság, a koncentrációs problémák, a memóriazavar, és hát amit a felnőttek ismernek, ugye az izzadás, a fejfájás, a szívdobogás, de még a pánikroham is. Nagyon gyakori jelenség lett most, és egyre többen jelentkeznek itt a mi segítségünket is kérve, ezen testi tünetekre panaszkodva. Mert hogy ez az elhúzódó szorongásnak tulajdonképpen az egyik jellemzője. A fontos, az életünket negatívan befolyásoló tényezőkkel szembeni halogatás szintén szorongást tud okozni, mondja a szakember. Ilyen esetben fontos lehet a minél korábbi segítségnyújtás. Maga az, hogy szorongás, az sokkal inkább gyakoribb, mint maga
az, hogy most valaki zárkózott és elvonul. Hogyha nem akar valaki a közösségbe menni, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő most introvertáltságából fakadóan nem akar. Lehet, hogy éppen egy szorongás van mögötte, csak éppen nem veszük időbe észre. Ezért itt fontosnak tartanám felsorolni egy picit azokat a tüneteket, amik a leginkább jellemzik a szorongókat, mert itt elkülöníteni az introvertáltat a szorongó embertől talán ennek a mentén a leginkább lehetséges, és egy hozzátartozónak legalább olyan fontos lenne felismerni azonnal, és minél hamarabb legalábbis azokat a tüneteket, amik segítenek egy állapotnak a megszüntetését, a minél hamarabbi megszüntetését. És hát ugye a testi tünetek azok a leginkább, amik megjelennek kisgyerekeknél hangsúlyosan. Tudjuk azt, hogy fáj a hasa, fáj a torka, fáj a feje, amikor szorong és amikor nem akar óvodába menni, mert ott éppen valamilyen félelemteljes esemény van, vagy egyszerűen csak úgy dönt, hogy most ő neki pihenni szeretne, mert anya is otthon marad, mert a kis testvér is otthon van. De ez mellett ugye egy nagyobb gyereknél akár megjelenhetnek az álmatlanság, a koncentrációs problémák, a memóriazavar, és hát amit a felnőttek ismernek, ugye az izzadás, a fejfájás, a szívdobogás, de még a pánikroham is. Nagyon gyakori jelenség lett most, és egyre többen jelentkeznek itt a mi segítségünket is kérve, ezen testi tünetekre panaszkodva. Mert hogy ez az elhúzódó szorongásnak tulajdonképpen az egyik jellemzője. Viselkedésben nagyon fontos az, hogy elmondjuk azt, hogy a türelmetlenség, a halogatás mögött, az elkerülés mögött, és talán itt kell nagyon odafigyelni, hogy nem az introvertáltság van az elkerülés mögött feltétlenül, főleg, hogyha más tünetek is társulnak, hanem pontosan egy szorongás. És a minél hamarabbi segítségnyújtás az nagyon könnyedén át tudja lendíteni ezen a nehéz időszakon azt a személyt, aki ezzel találkozik. Talán nem első alkalomra, hanem sokadjára, de még akkor is a minél korábbi segítségnyújtás tud a leghatékonyabb lenni. Ugyanúgy ugye szükség van a nagyon sok szorongó embernél arra is, hogy megerősítést kapjon a környezetétől. Ugye egy szorongásban egy csomó kérdőjelt feltevő ember számára azért tudnunk kell azt, hogy ha bátorítást kap és biztatást és megerősítést, az akkor az képes őt stabilizálni. Természetesen, hogy ez sokszor nem elegendő, de a családtagok, ha ezt érzékelik, hogy ők kevesek, akkor merjenek segítséget kérni. És én ezt nagyon-nagyon szeretném most ezúton is hangoztatni, hogy a minél korábbi segítségnyújtás az hatékonyságában talán a leginkább segíti a környezetét is, hogy ne alakuljanak ki olyan akár konfliktusok, problémák egy családon belül, feszültségek, amiket nem tudnak megoldani. A szorongás pedig nem csak annak árt, aki átéli, hanem a környezetet is terheli. Ezért is fontos időben elkezdeni kezelni az ilyen jelenségeket, akár otthon, akár magunkban is. Még akkor is, hogyha magunkon észleljük a szorongást, és tudjuk azt, hogy nem sok eszközünk marad, mert igen, mondhatja bárki, hogy igen, akkor tudnék megnyugodni, hogyha elmegyek, és most befizetek egy nyaralásra, vagy Bora-Borán, vagy akárhol, de ehhez pénz kell. Nagyon sokszor nem kell pénz azokhoz az apró kis dolgokhoz, amik tudnak segíteni ebben a mondjuk úgy belső jólét megteremtésében. Elég csak az, hogyha arra gondolunk, hogy egy kicsit öngondoskodunk. És az öngondoskodáson csak annyit értek sokszor, hogy ott vagyok, hazaértem, és csak magamra figyelek, arra a meleg teámra, vagy az arra finoman elkészített ételre, amit éppen akkor beülök és elfogyasztok. De nagyon sokszor ezt nem így tesszük. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy maga az, hogy önmegnyugtatás és öngondoskodás, ami a mi jólétünket erősíti és szolgálja, az itt kezdődik, hogy a tudatos jelenlét, a tudatos önmagunkra figyelés, az milyen szinten képes az életünkben, és mennyi időre megjelenni. Ha,
Ha tudatos jelenlétenről szeretnék egy mondatot mondani, akkor azt mondom, hogy számtalan ember még a saját testi tüneteit is csak akkor érzékeli, amikor már jól erősen kalimpál a szíve. Tehát, hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy befele figyeljünk. Hogy ha meg igen, aki nagyon befele figyel, az már tudjuk, hogy az már segítségre szorul, de alapvetően a hétköznapi életet nem így éljük. Most szintén csak az introvertáltakkal való kérdéseitek kapcsán szeretném ezt meghangsúlyozni, hogy pont az, amit ők tudnak a legjobban, nekünk is azt kellene gyakorolni. Azt az alapos, megfigyelő, nyugodt jelenlétet, hogy ott vagyok, figyelek, elemzek, gondolkodom, hatások, kölcsönhatásokra egy kicsit reflektálok. Tehát van mit tanulni az introvertáltaktól, hogyha a magunk jólétét is meg szeretnénk teremteni. Ez pedig egy szép végszó, vagyis introvertáltnak lenni önmagában nem előny vagy hátrány, hanem egy viszonylag stabil lelkiállapot, amiben az, aki benne van, alapvetően jól érzi magát. Ha viszont az ember ezért kerüli például a társaságot, mert úgy érzi, valami nincs rendben a lelkében, érdemes szakértő segítséget kérni. Legkésőbb február 22-ig adhatják le a jelentkezéseket azok a 8. osztályos tanulók, akik a szakképzésben képzelik el a jövőjüket. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 8 iskolában 16 ágazatban kínál lehetőségeket. Hamarosan dönteniük kell a most 8. osztályos tanulóknak arról, hogy merre szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum színes képzési kínálattal várja a fiatalokat. Nagy döntés előtt állnak az általános iskolás 8-osok, na meg hát persze a szüleik is. Meg kell hozzák életük egyik nagyon fontos döntését. Február 22-e az a dátum, ameddig el kell ezt döntsék, és a jelentkezési lapok az általános iskolák által el kell kerüljenek az oktatási hivatalhoz, illetve természetesen a szakképző intézményekbe is. Mi sok mindenben tudunk nekik segíteni, még ezekben az utolsó napokban is. Abban tudunk segíteni, hogy megmutatjuk, mi a képzési palettánk. Egyrésztről, másrésztről el tudjuk mondani, és be tudjuk még mindig mutatni azt, hogy milyen előnyökkel bír a szakképzés. Milyen lehetőségek közül tudnak választani a diákok, hogyha bennünket választanak. A Tolna Megyei Szakképzési Centrum a megye 6 városában, 8 iskolában működik. Szekszárdon ezek közül 3 intézmény működik, az ADI, a Bezerédi és a Hunyadi Technikumok. Ha Bonyhád felé megyek, akkor a Perccel Technikumot tudom ajánlani, Tamásiban a Vályi Szakképző iskolánkat, Dombóváron az Apácai Technikumunkat, és ha észak felé mozdulunk, akkor az Első István Szakképző iskolát, illetve Dunaföldváron a Magyar László Szakképző iskolát. Ez a 8 iskola 16 ágazatban és több mint 45 szakmában kínál képzéseket. A megye munkaerőpiaci igényeit gyakorlatilag teljes egészében le tudjuk fedni, és egy biztos szakmát kapnak a kezükbe a nálunk végzett tanulók. Hogyha tájékozódni szeretnének a képzéseinkről, akkor a Tolna Megyei Szakképzési Centrum honlapját, illetve az intézményeink honlapját ajánlom, ahol meg tudják tekinteni, hogy milyen ágazatokban milyen szakmákat választhatnak. A szépészettől a gazdálkodás menedzsmenten keresztül a gépészet ágazatig nagyon-nagyon sokféle a palettánk. De ezeken a honlapokon, információs felületeken nem csak a képzési tartalom tekinthető meg, hanem meg tudják nézni azt, hogy milyen előnyökkel bír egy szakképzés, mit jelent az, hogy szakképzési ösztöndíj, illetve hogyha a duális partnerhez kerülnek, mit jelent a szakképzési munkabér, mit jelent az, hogy pályakezdési támogatás. Tehát gyakorlatilag az életút, amit ajánlani tudunk számára ezeken a honlapokon megtekinthető. A diákoknak február 22-ig kell leadniuk a jelentkezéseket. Örömmel mondom, hogy nálunk jellemzően nincsen felvételi eljárás. Az általános iskolás hozott eredmények alapján rangsoroljuk a tanulókat, de legkésőbb február 22-ig ezt a döntést meg kell hozzák a tanulók. Ezt követőleg még ha
úgy gondolják, szülők és tanulók együttesen tudnak a jelentkezés sorrendjén módosítani, sőt május 8-át követőleg még egy felvételi eljárás módosítás is történik, tehát ez egy olyan pótidőszak, amikor még van lehetőség a betöltett helyekre jelentkezniük a tanulóknak, illetve hát a szüleiknek közösen. Ajánlom tehát a Tolna megyei Szakképzési Centrum minden iskoláját a jelentkezőknek. Én azt gondolom, hogy a szakképzés biztos munkahelyet teremt, tehát az itt megszerzett biztos tudással és a duális partnereknél szerzett biztos tudással azt gondolom, hogy biztonságos munkahelyet fognak találni a megyében, illetve a régióban. ...2022-ben 103 lakástűzhöz vonultak a lánglovagok Tolna vármegyében. 29 alkalommal a kéményben keletkezett a tűz, de gyakori volt, hogy a konyhában, a hálóban, tárolóban vagy a nappaliban csaptak fel a lángok. A legbiztonságosabb, ha úgy vágunk neki a fűtési szezonnak, hogy előtte egy szakember ellenőrizte a fűtőberendezésünket, és egy kéményseprő megvizsgálta a kéményünket. Mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzünk egy esetleges lakástüzet? A szakértők szerint több dologra is oda kell figyelnünk, például ha egy nyílt égésterű fűtőberendezésünk van. Ezek a szoba levegőjében található oxigént használják az égéshez, hogyha ebből nincsen elégséges, mármint az oxigénből, akkor szénmonoxid fog keletkezni, generálódni, ez pedig ugye ez a halálos, láthatatlan gyilkos, ami a sajnos tragédiákhoz vezet a legtöbb esetben. Ezeknek a kiküszöbölése érdekében tehát célszerű és ajánlott folyamatosan még a téli időszakban is napjában legalább kétszer szellőztetni. Érdemes azokat végig gondolni, azokat a pontokat, ahol ilyen eszközökkel lehet találkozni. Tehát ez nem csak egy sziesta kályha lehet, hanem például egy nyílt égésterű vízátfolyós melegítő. Ilyenek néha konyhákban is találhatók, valamint a fürdőszobákban. Tolna vármegyében tavaly 19 esetben vonultak szénmonoxid mérgezéshez a tűzoltók. Itt ebből 5 esetben a tüzelő vagy fűtőberendezés, ez a vízátfolyós melegítő, ez fürdőszobában volt telepítve, és ide pakolták mellé az ott lakók egyébként a szénmonoxid érzékelő kis eszközt. Ezek egyébként abszolút alkalmasak arra, hogy még idejében jelentzék a problémát számunkra, tehát én mindenkit arra kérnék, hogy akinek erre van lehetőség anyagi kerete, és van egy ilyen vízátfolyós melegítője akár a konyhában, akár a fürdőszobában, illetve egy ilyen alternatív megoldással oldja meg a szoba elegen tartását, mint ez a sziasztakája, azok feltétlenül gondolkodjanak ilyen eszközökben. A tragédiával végződő esetek közül többször füstmérgezésben vesztették életüket az áldozatok. Megint csak lehet ezen is segíteni, a különböző füstérzékelő készülékekkel lehet ezeket a problémákat még idejében jelezni, de ami nagyon fontos, meg kell említenünk, hogy a megelőzésen lenne itt is a legnagyobb hangsúly. Tehát itt például az égés termékelvezetők szabad útján a biztosítás, tehát kémények takarítását folyamatosan ellenőriztetnünk kell. Erre a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szolgálat az abszolút így alkalmas. Téli időszakban is lehet őket hívni, sőt ajánlott is, ahol ezek így el lettek halasztva. Szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében évente célszerű őket hívni, valamint gázüzemanyagkészülék esetében pedig 2 évente. Én mindenkit arra kérnék, hogy aki ezeket így elhanyagolta volna itt az elmúlt időszakban, már csak a korábbi sajnos esetek tükrében is ne tegye meg, és még most is a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpont alatt meg tudja tenni egyébként a kéményseprők házhoz hívását, úgyhogy ezt ne halassz el még itt senki. 2022-ben összesen 103 esetben történt lakástűz. Ezek a tényleges beavatkozást igénylő káresetek voltak. Összesen 300 darab tűzoltó fecskendőt riasztottak ezekhez az esetekhez, és 2400 négyzetméternél is nagyobb terület lett teljes mértékben a láng martalékává. 3 halálos áldozattal kellett számolnunk, ez tehát egy ember élet is sok. Gondolja végig, hogy milyen tüzelőfűtőberendezésekkel biztosítja a szoba belegen tartását, és adott esetben a kéményseprőket riassza, igyekezzen ezeket a füst, illetve a szénmonoxid érzékelő készülékeket akár sajátkezőleg telepíteni, és ezekkel elkerülhetők ezek az esetek. Kéménytüzek egyébként 29 esetben voltak már így a megyében, tehát ez sem egy kicsit szám, tehát ezek is egy gyakori problémája az égéstermékelvezetőknek, úgyhogy itt is a takarítás az mindenképpen ajánlott. Illetve az alternatív megoldásokat a fűtéssel kapcsolatban, mint például akár egy elektromos tüzelő vagy fűtőberendezés, ezeket is javallott végig gondolni, hogy a megfelelőképpen biztonságban telepítsük, éghető anyagot ne tartsunk a közelébe lehetőség szerint, ne ott szárítsuk a ruháinkat,
valamint bizonyosodjunk meg arról, hogy ezeknek a készülékeknek például akár így a szigetelése, a vezeték szigetelése az nem sérült, nem töredezett, ezeket ne felcsavarva tároljuk, hanem gyakorlatilag fektessük őket ki. Úgyhogy bőséggel van tennivaló, valamint a nyílt láng használata például egy konyhai főzés közben, sajnos erre is volt már itt Tornamegyében is példa, megint csak egy olyan napi cselekedet esemény, amire nem számít senki, hogy itt probléma következhet, pedig egy pillanat elég hozzá, hogy lángra kapjon így a ruhánk. Tehát itt is kellő óvatossággal bánjunk, én azt javaslom. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!